múlt század első negyedében 1920-ban alapította meg Horthy Miklós Magyarország kormányzójaként a vitézi rendet. A célja az volt, hogy létrehozzon egy külön társadalmi csoportot azokból a személyekből, akik az első világháború idején kitűntek a nemzet szolgálatában, utána pedig a forradalmak idején ellenforradalmi magatartást tanúsítottak. Szekszárdon 141 ilyen személy volt, most nekik állítottak emléktáblát a Tolnai megyeszékhely határában a siófoki körforgalomnál. Kovács János, a lezredes, a hagyományőrző Tolna megyei parancsnoka gyűjtötte össze, levéltárba és a kódexba. Mivel van egy kódex, 1920 és 1938 között vitézek névsora benne van országosan, és a János kigyűjtötte a szekszárdiakat, és beszélgettünk arról, hogy ezeknek az embereknek illő lenne már egy táblát avatni, mert van első világháborús, második világháborús, de a Horthy vitézi tagoknak még nincs táblájuk. Így jött az emléktábla állításának ötlete, Nagy Lajosnak nem ez az első hasonló kezdeményezése. Korábban Harcon már állított szobrot Horthy Miklósnak is. Azt mondja, az ősök iránti tisztelet fontosságát nagyapjától tanulta. Nagyapámnak is ez volt a szelleme, így tanított, ő is vitéz volt, hogy fiam, azokról mindig emlékezzetek meg. Azok voltak a hősök, akik szabadságot, életüket áldozták a hazáért. Hát és ez vezérelt az a tettér, mint ahogy a Harcon a Magyarok Emlékparkja is, hogy itt a Szekszárdon lévő étteremnél egy díszfalon elhelyezzük a vitézek emléktábláját. Templomba járó emberek voltak, reformátusok, és az, hogy beszélgettek az emberekkel a jobb jövőért, a szebb jövőért, az, hogy most tényleg ez a nagy trauma, ami történt Magyarországgal, ezt hogy tudják kiheverni, kigazdálkodni. Ez volt a lélekben a segítés. És dolgoztak a gazdaság fejlődéseiért. A vitézi rendnek hármas célja volt és van, jutalmazni a vitézséggel párosult erényt, megtartani a nagy idők legjobbjait és biztosítani a hősök nemzetségének fennmaradását. Végül bennük és utódaikban a magyaroknak olyan hatalmat biztosítani, amely rettentő erővel sújt le minden felforgató állam és nemzetellenes törekvésekre. A ma is aktív vitézi rend jobboldali konzervatív értékrendet valló katonai hagyományait ápoló pártoktól független szervezet, mely napjainkban egyesületi formában működik. 1920-ban Trianon és hitvesztett Magyarország volt a polgároknál, gazdasági szempontból is, hogy mennyi területet elvettek. 5 millió lakosság elment, különment, kiszakadt Magyarországról. És a Horthy Miklós 1920-ban megcsinálta a vitézi rendet, és ezek az emberek segítették a Magyarország újraépítését. Így lettek kórházak, iskolák, és a hitüket visszaadták az embereknek, a polgároknak. És ezeknek az emberekről, akik már meghaltak, de nagyon sokat dolgoztak, érte szabadságot áldozták azért, hogy Magyarországon mi most itt lehetünk. Ezért emléktáblát jóval kötelező állítani a utókornak. Meg kell emlékezni a hősökről. A mostani táblaavatás mellett egy kódexet is kiállítottak Szekszárd határában. Benne van a kódexben a vitézek 10 próbája, benne van a rengeteg leírás a vitézek életéről, és a több ezer név, akik vitézek voltak meg, hogy mikor, hol született, hol dolgozott, minden sorban. Tehát egy nagyon értékes, és itt akarom elhelyezni, most folyik a tárgyalás, hogy egy pesti nyomdával ezt a kódexet lemásoltatom, mert én ezt a régi, ami 38-as kiadású, ez egy üvegkalitkába akarom zárni. És aki akarja lapozgatni, az a másodat tudja majd lapozgatni, megnézi, ha megtalálja az őseit, le tudja fotózni, mert a vitézeknek az arcképe benne van, le vannak fotózva. Több ezer kép van benne. Én nem is tudom, hogy miért, hogy én kaptam meg, mert Kovács Jánosnál volt a kódex, és azt mondta, hogy Lajos, a magyarságodért ezt megérdemled.
A most átadott emléktábla az év minden napján szabadon látogatható.